és ehhez kapcsolódik következő vendégem is, Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önben volt ma a parlamenten, parlamentben ezen a rendkívüli vitanapon? Hát először is szeretnék gratulálni a kiválóan megfogalmazott nemzeti konzultációba illő kérdéshez, ami ezt a 97%-os választ válasz elősegítette. Én nem gondolom azt, hogy itt agitációról lenne szó, ez nyilván az elmúlt hetekben elindult egy ilyen médiakampány, ami arról szól, hogy itt itt a hergeléssel vádolják az ellenzéki képviselőket, voltak itt már egyenesen le is áldebrecenisztek, de a kérdésére válaszolva, én nem vettem részt ezen a parlamenti vitán, a Momentumnak a frakcióvezető helyettese Bedő Dávid vett részt rajta. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy 2023-ban egy rendkívüli parlamenti ülésnek úgy tűnik, hogy sok következménye és sok eredménye nincsen, tehát egy képviselő tőlünk elmegy és részt vesz ezen a vitán, de a Fidesz null embert küld be. Ezek után én azt gondolom, hogy mivel ott vita, érdemi vita nincs, ezért nekünk a parlamenten kívül van dolgunk. Én elég sokat foglalkozom az elmúlt hetekben, és szeretnék foglalkozni a következő hetekben is azzal, hogy Debrecenben legyen egy helyi népszavazás, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a dolga, hogy a különböző helyi kezdeményezéseket ezzel kapcsolatban támogassuk, segítsük. Ez nem agitáció, mint ahogy a kérdésben meg lett fogalmazva, hanem pontosan az, amire mindannyian felesküdtünk a választóknak a képviselet. Itt a, van egy érdekes logikai bukfenc. Ugye 2035-től az Unió úgymond megtiltaná a belső egési motorok gyártását, és csak elektromos autókat lehetne forgalmazni, gyártani. Ehhez azonban akkumulátor kell. Hol készül akkor el az akkumulátor, hogyha csak zöld gondolatjegyében csak elektromos autóval autózhatunk? Értem a dilemmát, de mi nem állítjuk azt, hogy sehol a világon ne épüljenek akkumulátorgyárak. Mi... Itt Magyarországon épülhet? Mi azt állítjuk, hogy Magyarországon a jelenlegi keretek között szerintem nem érdemes akkumulátorgyárat építeni, mert nem tudhatjuk, hogy az milyen következményeken lesz a, a, a környéken élők uh, életminőségére nézve. Hogyha kiindulok például abból, hogy Gödön 2010 uh, Hétben azt hiszem elhelyeztek egy mérőkutat, és ott azóta ezt a mérőkutat már betemették, és nem végeznek ott méréseket. Én, én nem vagyok nyugodt a környezetvédelmi szabályok és azoknak a, az utánkövetésével kapcsolatban, és nem vagyok nyugodt akkor sem, amikor egy debrecen méretű városban, ahol egyébként nem megy rajta keresztül folyó, a, ahol egyébként ugyanúgy asszály volt, mint az ország rengeteg másik pontján a tavalyi évben. Ö, egy, egy ekkora városban én azt gondolom, hogy nem, nem szabad egy, egy vízzabáló gyárat építeni, ezek ugyanis vízzabáló akkumulátorok. Igen, azért érdekes a volt, egyébként pont Skype-on beszélgettünk a helyi vízműnek a vezetőjével, aki számokkal, majd mondta, mondta, hogy minden politikai színezettől függetlenül, számokkal alátámasztva, teljes mértékben megoldott Debrecen vízellátása is, és a gyár vízellátása is. Az is elhangzott, hogy csak a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelően épület meg a gyár, ami egyébként Németországban már működik. Akkor itt Magyarországon mi lehet a gond, hogyha mondjuk Németországban simán engedélyt adtak, és működik is az akkumulátorgyár. Nem mindegy, hogy ez a gyár milyen messze van egy településtől, és nem mindegy, hogy ezek a szigorú feltételek, ezek pontosan mit jelentenek, és hogy mennyire van hát vannak Az uniós betartatva. irányelveknek megfelelően, ez is elhangzott, hiszen máshogy nem is kaphatna engedélyt. Én ismét például visszatérnék akkor a Gödi példára, a Samsung gyárnál volt egy olyan tűzeset, aminek meg se kellett volna történnie. De ott Momentumos a polgármester, ő mit mond erre? A Momentumos polgármester gyakorlatilag a megválasztása óta folyamatosan fellépett ezzel szemben, és azért mondott le végül a mandátumáról, mert azt érezte, hogy akkora hatalma van a gyárnak, a gyártövező lobbinak, a kormány ugye gyakorlatilag ki is sajátotta azt a területet egy önálló gazdasági övezetként, uh, amivel már nem tud ő menni politikailag, de éveken át küzdött ezzel szemben, és ez pont egy jó példa arra, hogy itt nem pillanatnyi politikai helyzet kihasználásról vagy agitációról van szó, mint ahogy az elején a kérdésben elhangzott, hanem pontosan arról van szó, hogy következetesen kiállunk azzal szemben, hogy ne épüljenek környezet és kockázatos akkumulátorgyárak a jelenlegi keretek között. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez minden akkumulátorgyárról elmondható. Lehet, hogy egyszer majd lesz egy olyan helyzet, hogy, hogy lehet erről beszélni, de most ezen feltételek között semmi. És... Tehát mivel indokolják ezt, hogyha megkérdezik egy helyi környezetvédelmi szakembert, mit mond erre? Ha megkérdezik a vízigényel kapcsolatos problémákat, mit mondanak erre? Akár a helyi szakemberek, akár pedig mondjuk egy országosan ismert környezetvédelmi szakembert megkérdeznek, politikai színezettől függetlenül, mi a válasz erre? Én azt látom, hogy eleve eltérőek például a becslések arra vonatkozóan, hogy mekkora vízigénye lesz ennek a gyárnak. Tehát nyilvánvalóan a környezetvédelmi engedélyben öm, szerepel egyfajta becslés. Öm, Más szakértői becslések szerint viszont sokkal nagyobb lesz ennek a gyárnak a vízigénye. És itt mindig beleesünk abba a hibába, hogy köbméterekről beszélünk, és én azért most a, legmegengedőbb, vagy az egyik legmegengedőbb szakértői becslést fogom alapul venni, ami azt mondta, hogy de hát amikor felépül az egész gyár, az összes üteme a beruházásnak végbe megy, akkor is legfeljebb 20 ezer köbméter vizet fog naponta fogyasztani. Itt a köbmétert, ha átváltjuk literre, az ugye azt jelenti, hogy egy, egy köbdeciméter felel meg egy liternek, tehát egy köbméter az ezer liter víz, tehát 20 ezer az 20 millió liter víz naponta, és ez gondolom az a mértékegység, amiben mindannyian számolunk, az rengeteg víz. Igen, a közbot lesz a BMW gyár is. Nyilván a BMW is elkötelezett a környezetvédelmi elejírások mellett. Azért egy nagy német multiról nehéz elképzelni azt, hogy környezetszennyező termel termelést folytatna bárhol. Főleg azért, mert rendkívül szigorúan ellenőrzik. El tudja képzelni, hogy fölépül egy gyár azzal a szándékkal, hogy itt elszipkázza a vizet a Debreceniek elől? Mi most nem a BMW gyárral szemben nem, az tiltakozunk, hanem a egyébként CATL nevű kínai akkumulátorgyárról van szó, meg a Samsung-Gödi akkumulátorgyárról van szó, ami egy dél-koreai cég. Ezek a cégek látványosan kevésbé tartják be ezeket a különböző előírásokat, és egyébként teszem hozzá, mindig szoktak példálózni a gazdasági előnyeivel egy ilyen beruházásnak. Én azt látom, hogy a munkahelyek, amikor teremtődnek, azok sem mind magyarok által betöltött munkahelyek. tehát az elvitathatatlan, hogy elképesztő fellendülést hozna a környéknek, nem csak Debrecennek, hanem ott az egész környéknek, az egész vármegyének, és azért bevonzana annyi munkaerőt és annyi befektetést. Ami azért mondjuk hosszú távon biztos, hogy megtérülne. Nem. Elképesztő költsége van ennek a beruházásnak, mert 320 milliárd forintnyi közpénzzel támogatja ezt a magyar kormány, tehát ezt mindannyian belefizetünk ebbe, gyakorlatilag a működésének az első öt évét a magyar adófizetők állják. És egyébként én nem tudok arról, hogy akkor a munkaerő hiány, pontosabban akkor a munkanélküliség lenne Debrecenben, ami indokolná De azt, mondjuk hogy ott a, a vármegyének a pontosan pontosan a, 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 a foglalkoztatottságot lendítené fel. Tehát, hogy de végre ez a, ez a különbség mondjuk a nyugat és a keleti ország rész között enyhülhetne? De Debrecenben nincsen, nincsen tartós munkanélküliség. Debrecenben nem jelentkezik ez a probléma. Én nagyon örülök annak, hogyha a foglalkoztatás az a prioritás, de lehetőleg ezt ne úgy csináljuk, hogy közben szétromboljuk azt a környezetet, ami, amire egyébként én nagyon remélem, hogy mindannyian büszkék vagyunk. Hajdubihar Bihar megyének vannak az ország egyik legjobb termőföldje. Még egy fontos kérdés a pedagógiai asszisztens botránya. Valahogy az ellenzék nem nagyon foglalkozott ezzel a kérdéssel. Miért? Hiszen megrász az egész országot ez a botrány. Mi a véleménye erről? Hát én teljes mértékben elítélem ezt itt szívesen, és akkor, akkor foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Én azt gondolom, hogy erkölcsileg nagyon könnyű ebben a kérdésben állásfoglalni. Erkölcsileg nem vállalható, ami, ami történt. Főleg azért, mert hogy itt megosztanak a vélemények, hogy ki hogyan támogatta ezt az ember, de hogy valahogy nem, tehát ilyen nagyon csönd volt -e ebben, ebben az ügyben. Miért? Én ezt nem tudom megítélni, én azt látom, hogy a kormánypárti médiumok azt próbálják habosítani, hogy itt ez e az illető a szakszervezetekhez, vagy sem, hát összekötni ezeket a kérdéseket. Én nem tartom jó ötletnek az, hogy ezek a dolgok össze vannak kötve. Én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak a követelései teljes mértékben helytállóak ettől függetlenül, és egyébként morálisan elítélem azt is, amikor ilyen ügyeket kötnek össze médiamunkások, vagy magukat médiamunkásnak nevező emberek, mert itt ez független dolog, és fontos lenne, hogy itt ebben a tévében is beszéljünk arról, hogy a tanároknak a megbecsülése az mennyire fontos, és mennyire Ez fontos. Ez soha lenne. senki nem itt ebben a tévében. Az, az ő béremelésük, ami évek óta méltatlan szinten van a bérük, és ehelyett most gyakorlatilag a média megpróbál egy ilyen ügye bemocskolni ezt. Igen, azért sajnos. minden sok kérdés vett föl, Ajánlám, köszönöm a beszélgetést, várjuk vissza majd a stúdióban ebben köszönöm a is. Köszönöm szépen.